elsőbséget az egészségnek. Acum ne vom uita la ce le spune. Meg fogjuk nézni, mit mond azoknak, akik elfogadták a hívást, és tanítványaivá váltak. Keresztlefeszítés előtt beszélget velük, tudja, hogy nagyon nehéz pillanatok előtt állnak, amire nincsenek felkészülve. Szeretne nekik segíteni a növekedésben, hogy a tanítvány előreléphessen. Elmagyarázza nekik, mennyire mély kapcsolatnak kell lennie a mester és tanítványa között. Jézus és az ember között. Erre egy példázatot használ. János 15. fejezetében így szól. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Látjuk, hogy ebben a példázatban Jézus Krisztus a legjobb példát használja. Milyen lenne egy beoltatlan, gondozatlan szőlőtő? Mi teremne rajta? Semmi hasznos, ugye? Ugyanakkor egy beoltott szőlőtő, jó fajtából való, és megfelelően gondozott, táplált, letisztított, elrendezett, mit fog eredményezni? Finom, zamatos, édes termést. Ugye? Örömforrást, amiben Isten szerette volna, ha gyönyörködni tudunk, mert szeretetéről beszél. De mire van szükség ahhoz, hogy ez létrejöjjön? Sikeres beoltásra van szükség. Látjuk, hogy hogyan metszenek bele a tőbe, amit be kell oltani, megteremtve a szükséges helyet, hogy az érintkezési felület minél nagyobb legyen. Minél nagyobb. Volt itt nemrég egy páciens, aki foglalkozik ilyesmivel, nem tudom, hogy ez-e a szakmája, de minden esetre hobbi szinten, és elmagyarázta nekem, hogy ennyi nem elég. Szükség van még valamire. A következő napokban, amikor megtörténik a bemetszés, és a tő a kéreg alá helyezik a vesszőt, nagyon fontos, hogy közvetlen, bensőséges kapcsolat legyen a tő és a vessző szövetei között. Hogy az itteni sejtek kapcsolatba kerüljenek az itteniekkel, és végül összeérjenek, egyé váljanak, a vessző a tő részévé válik. A csatornákon keresztül, amelyeken áramlik az életadó nedv,
Tudjuk, a szőlőtőnek is van egyfajta keringési rendszere. A lágy részekben és kérekben egyaránt az életadó nedve, amelyet a gyökér felvesz, utat találjon magának, és végül eljuthasson a vesszőbe is. Ehhez nekik egyé kell válniuk, egyé. És ő saját tapasztalatából látta, mennyire fontos, hogy ez a kapcsolat hatékony legyen. Semmi se fér közön a tő szövete és a vesző felülete közé. Ne váljanak szét, mert akkor nem lehetnek egyek. De ha sikerül egyé válniuk, mi lesz a legnagyobb öröm? Látni, hogy a vesző életre kell, rügyeket hoz, majd leveleket, megjelennek a virágok, az áldás hírnökei. Ha az életünkre alkalmazzuk ennek a példázatnak a jelentését, látni fogjuk, hogyha az igazi gyümölcsökre gondolunk, mindnyájan arra vágyunk, hogy vesszőként beoltassunk mi is a szőlőtőbe. Így van? Bennünk van ez a vágy. De ez még nem elég. Nagyon oda kell figyelnünk. Még ha eleinte állást is foglaltunk, elhatároztuk a lelkünkben, hogy igen, Uram, akarom, mert látom, hogy csak így van értelme az életemnek. Csak így tapasztalhatom meg a bővölködő életet. Mégis közbe jöhet olyasmi, ami elválaszt bennünket. Pál nagyon célzottan teszi fel ezt a kérdést. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság? Vagy nehézségeink? Nem kívánjuk, vagy keressük ezeket, de nem tudhatod, honnan számíthatsz a következő csapásra. Vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Ő mindezt megtapasztalta. Túlélte, mikor megkövezték, és ahelyett, hogy hazament volna Társisba, a kis házikójába, tenni a dolgait, ő tovább megy. Ott pedig megkorbácsolják. Kalodába zárják. Őt nem állítja meg semmi. Miért? Ő hozzánőtt a szőlőtőhöz. És semmi sem szakította el Krisztus szeretetétől. Minden szövetében Isten szeretete keringett. Semmi nem tudta megállítani. Mindezen valós szenvedések ellenére. Ha velem történne ilyesmi, már a gondolatom megremegnék. És keresném, hogy hová bújjak. Nem. Őt ezt nem érdekelte. Ez az ismeret motiválta, tudta, hogy az élete értelmet nyert, és másokkal is meg akarta osztani az életet, amit ő megnyert.
Számára a válasz erre a kérdésre teljesen egyértelmű. Semmi. Semmi. Az ő életében semmi sem fér között a szőlőtől és a szőlővessző közé. Semmi. Jézus Krisztus is felhívja a figyelmünket. Ebben a helyzetben elsősorban azokhoz a keresztényekhez beszél, akik a történelem végén élnek, tehát hozzánk, mert mi a történelem végnapjait éljük. Azt mondja nekünk, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. Ami megnehezíti a szívet, valójában az, ami beférkőzik a tő és a vesző közé. Mivel? Dobzódásnak, részegségnek, bizonyos fordításban hozzáteszi étellel és itellel való dobzódás miatt. Valóság ez? Láttuk, ez nem csak egy metafora. A statisztikák, epidemiológusok felhívják a figyelmet a következményekre. És nem csak a máj károsodik, nem csak a máj zsírosodik el, de láttuk, hogy tömődnek el a nyaki artériák. És ilyen állapotban szegény agy, hogy tudna még józan ítéletet hozni? Különbséget tenni, látni, megérteni az idők, események jelentőségét, és a teendőjét saját maga gyermekei élete számára. De nem csak a jólét, ami a mai fejlett társadalmakat jellemzi. Mikor volt utoljára ilyen bőség? Mi nehezítheti még meg a szívünket? Az élet gondjai. Ajaj, ez egyenesen szíven talált. Azt mondhatom, hogy számomra az étel és a részegeskedés nem jelent csábítást, de az aggodalmaskodás, arra igenis hajlamos vagyok. Nagyon pontos diagnózis. Annyiszor láttam mindezt újra és újra. Túlságosan aggodalmaskodom. Túl fáradt leszek. Ezek, az aggodalom, krónikus fáradtság, folytonos stressz. Nem elég, hogy megoldottál egy problémát, rögtön három másik jön a helyébe. És amikor ennyi minden összegyűlik, lehajtod a fejedet a párnára este, lecsuknád a szemedet, nyugalomra, békére, pihenésre vágysz. De ugyan honnan? Mert szegény agyad folyamatosan forog és forgolodsz, te is, egyik oldalról a másikra. Ez a szakadék, rohanás, stresszfaktorok olyan könnyen beférkőznek a szőlőtől és a szőlővessző közé. Valós problémák ezek. Lehet, hogy éppen egy családtag szenved, vagy nem mondhatod, hogy elképzelt gondok ezek a fejemben. Kitalálok magamnak valamit, amin aggódhatok. Vannak ilyenek is, sokan. De máskor nagyon is valóságosak. Csontig hatolnak. Arra van szükségem, hogy a szőlővessző egyé váljon a tővel, mert onnan kapja az életet. Ezt felejtjük el. Ez az, amiről Sátán szeretné, ha megfeledkeznénk. Arra akar rávenni, hogy egyedül akarjuk megoldani a problémákat. Megpróbáljunk egyedül élni szőlőtől nélkül.
Csak hogy mi lesz az eredmény? Kiszárad. Ha már nem kap életet, ha valami beékelődik, az életadó nedv már nem jut el a vesszőhöz, és az kiszárad. A szőlővesző a szőlőtő által él. Pál apostol ezt mondja, minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja, Abba, Atya. Fiak vagyunk, ez világos. Mindannyiunkat ő teremtett. Igen, lehet, hogy egykor tékozló fiúk voltunk. Úgy gondoltuk, jó, ha kikérjük az örökséget, és elmegyünk. De mit csináltunk a részünkkel? Eltékozoltuk. Visszatekintve látjuk, hogy eltékozoltuk az egészségünket, ideálokat, időt, mind eltékozoltuk. Most pedig visszatérünk úgy, ahogy vagyunk, sebeinkkel, éhségünkkel, mezítelenségünkkel visszatérünk az Atyához. És látjuk, hogy azt mondhatjuk, Atyám, vétkeztem, de az Atya nem is hagyja, hogy folytassuk, mert karjába zárva minket azonnal azt mondja, ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Vagy lehetünk az a fiú, aki otthon maradt? Nem? Azt hiszem, mondhatnám magamról, hogy otthon maradtam. Ahogy mások is végignéznek az életemen, fiatalkoromon, azt mondhatjuk, hogy olyan fiú voltam, aki nem ment el otthonról. Nem a szüleim házától, 14 évesen elköltöztem. Nálunk nem volt olyan gimnázium, ami nekem kellett, másik városba jártam, majd elmentem egyetemre, 14 éves korom óta nem laktam otthon, de az Istennel való kapcsolatomban nem tudok felidézni egy kívülről is látható törést. Mindig jártam gyülekezetbe, minden szombaton. Csak hogy egyszer csak rájöttem, hogy ebben a példázatban miért beszél Jézus Krisztus arról a fiúról is, aki otthon maradt. És ő sem tűnik fel irillésre méltó színben. Egyáltalán. Inkább melyik helyében szeretnénk lenni? Aki megtapasztalja az Atya szeretetét. Az otthon maradt fiú, annak ellenére, hogy otthon maradt, úgy tűnik, hogy bár otthon volt, a vessző nem nőtt össze a tővel, pedig otthon volt. Ez egy nagy figyelmeztetés. Nagyon komolyan meg kellett vizsgálnom magamat, és imádkoznom, hogy Isten helyes diagnózist állítson fel. Keresnem kellett, és nem megelégednem a külső megjelenéssel. Én is meg akarom tapasztalni. Még ha otthon is maradtam, meg akarom érezni, és érteni Isten szeretetét, ahogy megtapasztalta azt a tékozló fiú, amikor hazatért. A szőlővessző a szőlőtő által él, de a tő mi lenne a vessző nélkül? Látjuk, milyen csodálatos ez? A csodálatos Isten, mindenható teremtő, tőlünk, szőlővesszőktől teszi függővé magát, hogy láthassa szeretetének gyümölcseit. Erre jöttem rá. Például a gyerekeim, ahogy növekednek,
a saját megértési szintjüknek megfelelően abból kaphatják a legjobb képet, előízt Isten szeretetéről, amit bennem és a feleségemben látnak, a szüleikben. De nem csak ezen múlik, később is, folyamatosan. Tehát Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy maradjunk benne, mint a vessző a szőlőtön, mert tudja, hogy csak így, ahogy ő mondta, erről fogja megismerni a világ, hogy a tanítványaim vagytok, ha megtermitek a lélek gyümölcsét. Mi a lélek gyümölcse? Elengedhetetlenül, ha beoltott vessző megeredt, akkor a beoltás sikerességének mi lesz a bizonyítéka? A gyümölcs. Minden más üres, alaptalan felvágás. Így van. Tegyük fel, hogy én csinálom ezt a kertemben, és az új szőlővesző leveleket hoz, de nincs rajta szőlő, olyan lenne, mint a terméketlen fügefa a példázatban. Gyümölcsre van szükség. Elengedhetetlen. Ez a bizonyítéka, hogy egyé lettek. És mi ez a gyümölcs? Szeretet. Ami ezt követi, mind a szeretet kifejeződése. Az öröm az ünneplő szeretet, a béke a pihenő szeretet, még a megpróbáltatások között is, ahogy Pál mondta, béketűrés valójában a szeretet, ami valóságos pillanatokban feszültség, gondok idején nyilvánul meg. Szívesség és jóság, ezek a cselekvő szeretetet jelentik, ami túllép a szavakon és a tettek mezejére lép. Egy előadó mesélte, hogy az egyik szeminárium után odalépett hozzá egy úr, és megkérdezi, lenne rám pár perce? Négy szem közt. Igen, mi történt? Már egy ideje nem működik. Nem olyan, mint volt. Szerettük egymást, szeretetből választottuk egymást, minden hátsó szándék nélkül, de telnek az évek, és már nincs. Nem érzem ugyanazt a feleségem iránt, ami akkor volt. Nincs meg a tűz. Mit tegyek? És azt mondja, nagyon egyszerű, szerest. De nem érted, hogy nem megy, nincs meg. Nem számít. Minden, amit tenned kell, hogy szereted őt. Csak nézett rá, ez az ember tényleg nem érti. De hogy ne értené? És folytatja. Barátom, a szeretni szó egy ige. Hollywood megtanított bennünket, hogy a szeretet főnév. Csak úgy jön. Nem tudod megmagyarázni, ez van. De az igazság az, hogy szeretni valóban egy ige, ami elsősorban egy döntést jelent. Döntés. El is magyarázta. Itt az ideje, hogy a legszebb dolgukkal kedveskedj neki. Aztán látni fogod az eredményt. Megérkezik a főnév is, a gyümölcs. De az első lépés
A döntés. Credincioșia. Hűség. Dragostea loială. A lojális szeretet. Modul de manifestare a dragostei. A szerítség szintén a szeretet megnyilvánulása, önmegtartóztatás. Ez már a valóban érett szeretetet jellemzi. Már olyan mértékben megérett az agy, hogy a homloklebeny képes az alacsonyabb rendű központokat kordában tartani. Az éhségközpontot is. Mindent, ami az agyalapi mirigy irányítása alatt áll. Mindaz, amit mi ösztönöknek nevezünk. Na és, ha éhes vagyok, Isten iránti szeretetem, és az, ahogy magamat értékelem, tudva, hogyha figyelek magamra, és vigyázok az egészségemre, akkor a szeretteim számára is hasznos leszek, a gyerekeim, a körülöttem élők számára. Mindezt a szeretet hatja át. Ez azt mondja, hogy nem feltétlenül kell megennem most azonnal bármit, főleg, ha megkérdőjelezhető minőségű, hanem megvárom, amíg hazaérek, mert a feleségem valami nagyon értékeset készített, ami jót fog tenni a májamnak, az agyamnak, az ereimnek. Amikor a homloklebeny működik, akkor megoldást talál mindezen alacsonyabb rendű indulatokra. Megtalálja a megfelelő megoldást. Ekkor látszani fog a gyümölcs. Egy másik csodálatos ígéretet találunk Ézsaiás könyvében, a 27. fejezetben, ahol így szól. Ama napon színbóru szőlőről énekeljetek. Színbóru szőlő, mert nemes, beoltott, a vesző az igaz tőbe forrott, én, az Úr, őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt. Noha megkövezték, megkorbácsolták, kalodába zárták, Pál számára ezek nem voltak jelentős károk, mert tudta, mit mondott Jézus Krisztus, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik. Inkább attól féljetek, nehogy valami beékelődjön a vessző és a tő közé. Ott vigyázzatok. Mert ha megszakad a kapcsolat, és az életadó nedv már nem áramlik, a vessző kiszárad. De itt az ígéret, hogy ő öntöz bennünket. Így pedig van esély a gyümölcs termésre. Ha a szőlővessző folyamatosan azt választja, hogy kitárja a lelkét a Szentlélek esője előtt. Jézus Krisztus megígérte ezt. Nem hagylak titeket árván. Elküldöm az igazság lelkét, aki eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Nagy dolog, ha ezekben a kritikus, stresszes pillanatokban, amikor gondok lenyomnak, az elme tiszta tud maradni. Nyitott a lélek hangjára, aki azt mondja, nyugodj meg, tudd, hogy én vagyok az Úr, én irányítok, álljatok vesztek, és meglátjátok az Úr a ti Istenetek szabadítását. Nem egyszerű. Az adrenalin azonnal cselekvésre indít. De az adrenalinon túl arra is szükség van, így teremtettünk meg, hogy működjön az adrenalin is. De elsősorban annak is a Szentlélek irányítása alatt kell lennie.
mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába nevettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek titeket. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Tehát mikor öntöz bennünket? Most, a mai napon. Ez a reménységem, és önöknek is ezt kívánom mára. Elsőbséget az egészségnek.